Köszöntöm kedves nézőinket, stúdiónk mai vendége dr. Fazekas Sándor, országgyűlési képviselő, korábbi földművelési miniszter. Köszöntöm itt a stúdióban. Én is köszöntöm a kedves televízió nézőket, a jó hallgatókat. Miniszter úr, február 8-án a Nagykun Közéleti Hagyományőrző Egyesületnek egy következő rendezvényére kerül sor, melyen dr. Isaszegi János nyugalmazott vezérőrnagy lesz az előadó. Több témát fog érinteni ez az előadás, de még mielőtt erre kitérnénk, mutassuk be a vezérőrnagy urat, mit lehet róla tudni. Vendégünk lesz Isaszegi János tábornok úr, vezérőrnagy, aki hát több tudományos fokozattal rendelkezik, jó pár harcteret megjárt, mint békefenntartó alakulatoknak a részvevője vagy vezetője, különböző alakulatoknál is szolgált, hosszú pályafutás alatt a legutóbbi időszakban az Zrínyi Katonai Kiadónak volt a vezetője, és ma is aktív szakértő, különösen azért is lesz érdekes szerintem az előadás, mert ő járt azokon a területeken, vagy jelentős részén, ahol most kritikus helyzet van, háború van, válságok vannak, még a Szovjetunióban végzett, tehát a nyelvtudása az angol mellett az oroszt és az ukránt is magában foglalja, és még jó néhány más nyelvet. Tehát első kézből szerzi az információkat, így akik eljönnek, első kézből tudnak tájékozódni. Akkor hitelesebb, autentikusabb lesz az előadása. Járt ő már Karcagon, tehát találkozhattunk vele, hogyha jól emlékszem, könyvbemutatón a városházán, és bízunk benne, hogy ezen a fórumon is megfogja az embereket, akik ott lesznek. A Kovács Mihály könyvbemutatója volt annak idején, amelyet ő gondozott, és nagyon színvonalas kötet Pintér Zoltán történész barátunk, önkormányzati képviselő munkája. Szerintem minden karcagi házban kell egy példány belőle. Most a témák egyébként, tehát a jelenleg zajló háborúk, illetve abban a drónoknak, a modern fegyvereknek a szerepe. Hát elszomorító az, hogy egyre újabb és újabb konfliktusok lángolnak föl. Egyfajta háborús retorika kezd inkább elterjedt lenni. Ugye összeszámoljuk, hogy Ukrajnában kezdődött, emellett ott van Örményország és Azerbajdzsán között egy konfliktus, ott van a gázai háború gyakorlatilag, ott van a Vörös-tengernél egy háborús krízis, ahol a nemzetközi hajózási útvonalon szállító hajókra nyitottak tüzet, és ráadásul még Pakisztán és Irán között is különböző villogások voltak az elmúlt időszakban, akkor látszik azt, hogy akár távolabbi, akár közelebbi helyeken is nagyon komoly gondok vannak. És ugyan távolinak tűnik mondjuk a Vörös tengeren a Bab-el-Mandeb szorosnak a földrajzi elhelyezkedése, könnyen kapujának hívják, de hát ott zajlik a Szuezi csatornának a forgalma, amelyen keresztül egyébként a magyar export és a Magyarországra irányuló import is zajlik. Tehát ezek közvetlenül érintenek bennünket, ezeken a tengeri hajózási útvonalakon történik ma a világkereskedelmnek körülbelül a 90%-a. Tehát amit mi tengeren tud, a szállítunk, azok is nagy rész Gibraltáron vagy a Szuezi csatornán és a Bab-el-Mandeben keresztül jutnak el a külső piacokra. Tehát hiába van távol tőlünk, azonnal megjelenik az árakban, vagy megjelenhet, illetve a különböző olaj és gáz árakat is befolyásolja, hiszen nagyon közel vannak a kőolaj és földgáz kitermelő területek is ezekhez a krízispontokhoz, válságócokhoz. Hát én azt hiszem, hogy mindenkit érdekel, és hát reméljük, hogy kevésbé érint bennünket, de fennáll a veszélynek, hogy ez kifejezetten húsba vágó dolog lesz. És akkor a végére hagytam, de nyilván a legfontosabb az ukrajnai helyzet, ahol egyre nehezebb tisztán látni, hogy akkor most nyerés áll-e valaki, mi lesz a vége, miképpen fog az történni, és akkor ehhez képest vannak különböző, akár NATO, vagy tagállami szintről megfogalmazott háborús helyzetre utaló kijelentések, amik hát azt hiszem, hogy nem megnyugtatnak bennünket, hanem inkább a feszültséget növelik. Tehát ebben a környezetben szerintem igazán hasznos, hogyha hallunk egy olyan szakértőt, aki tényleg nagyon alapos, nagyon komoly tudással rendelkezik, és
bennünket majd el tud látni olyan információkkal, amelyek segítik azt, hogy megértsük a történéseket. Igen, egyik előadásának a címe, egyik témájának a címe az orosz-ukrán proxy háború. Ugye kevesen hallottuk ezt a fogalmat, hogy proxy háború. Azt tudjuk, hogy mit jelent ez. Igazából ez egy ilyen újabb keletű kifejezés, tehát talán úgy lehetne körülírni, amik, hogy másokkal vívják meg a harcot, akár gépekkel, akár más államoknak az embereivel, vagy zsoldosokkal egymás ellen küzdő, egymás vetélytársaiként fellépő hatalmak. Tehát egy újfajta hadviselés, amiben benne van a kiberhadviselés, ahol egymás számítástechnikai rendszereit igyekeznek lerombolni. Benne vannak különböző ilyen diverzás akciók, amelyek mondjuk közművezetékek, trafóházak ellen, gáz- és kőolajvezetékek ellen irányulnak. Tehát egy eléggé összetett jelentése van. Én egy újabb kifejezésnek tekintem, ez a technikai fejlődés és a globalizációval jár együtt, hiszen régebben, hogyha két államnak problémája volt egymásra, akkor megütköztek a csatatéren, és ott lehetett tudni, hogy ki kivel van itt, ennél már sokkal bonyolultabb a helyzet. Kitér az előadásra a tábornok úrnak a mesterséges intelligenciára, illetve a drónokra is. Ugye napjainkban, hogyha jobban figyelünk a változásokra, észreveszünk, hogy a mesterséges intelligencia egyre inkább teret hódít, ugyanígy a drónok is. Lehet ezeket nagyon pozitív dolgokra is használni a mindennapi életben, de vannak ennek hátrányai is. Hogyan látja ezt, miniszter úr? Kellő jogi keretek közé kellene szorítani, mégiscsak jogász vagyok, azért, mert vannak előnyei. Tehát, hogyha van egy rendszer, amelyik a telefonbeszélgetéseket figyeli, és valakik arról beszélnek telefonon, hogy fel kellene robbantani valahol valakit, valamit, itt a bomba, itt adjuk át, itt menekülünk el, itt megyünk oda, stb., akkor ezek a nagyon bonyolult számítógépre telepített programok, amit most mesterséges intelligenciának hívnak, ezek ki tudják szűrni olyan szinten, hogy még a vízmesélés, meg a tolvajnyelveket is értik, tehát olyan adatbázis van bennük, és akkor ugye a megfelelő helyen jelzik. Ez igazából a védelmünket is szolgálja. Persze ugyanilyen rendszerek abból, hogy mit vásárolunk, hogy fizetünk a bankkártyával, milyen újságot járatunk, milyen internetes előfizetéseink vannak az embernek, ő bizonyos szempontból a személyiségrajzát is le tudják gyártani. Tehát most direkt mondtam két végletet, anélkül, hogy bármilyen részletbe belemennék, mert nem vagyok ennek a törnek a szakértője, de úgy, mint az emberi jogokért, felelősséget viselő állampolgár, a személyiségi jogokat fontosnak tartó állampolgár és törvényhozó, parlamenti képviselő, én szerintem itt egy komoly jogi szabályozás szükséges. Ráadásul nem elég a magyar szabályozás, mert ugye ma már ezek a nagy internetes rendszerek átlépnek az országhatárokon, tehát elég nehéz bennük jogilag is rendet tenni, köztük a jogilag is rendet tenni, és elég gyorsan fejlődnek itt ma már ezek, tehát látszik, hogy bizonyos tartalmakat például nem engednek föltenni a Facebookra, nem engednek föltenni a Wikipédiára, tehát van, aki ezt cenzúrának hívja, van, aki nem annak hívja, de azt hiszem, hogy itt fontos csak úgy, mint mondjuk annak idén a levéltitok esetében, hogy nem mondhatja fel bárki a leveleket, ugye ebben az esetben is kell majd egy alaposan kidolgozott jogi szabályozás, hogy mit lehet és mit nem, még akár a mesterséges intelligencia számára is megengedni. Október óta sajnos a figyelmünk a Hamas és Izrael között kirobbant konfliktusra is kiterjedt. Az előadás ezt is fogja érinteni. Hát sajnos a gyarapodó háborús konfliktusok sorába tartozik, ez is tragikus történéseket látunk, és én remélem azt, hogy sikerül majd valamilyen kompromisszummal, tűzszünettel, fegyverszünettel lezárni ezt a összetűzést, ezt a konfliktust, mert nem lehet látni jelenleg a végét. És azt hiszem, hogy az egy magyar és európai érdek is, hogy ott legyen fegyvernyugvás. Ezek a háborúk, konfliktusok valamilyen szinten Magyarországra is hatással vannak, hiszen említette a tengeren való hajószállításnak a korlátozásait is, és ha mi emberek jobban körültekintőbbek vagyunk, akkor látjuk, hogy már problémát okoz, csak egy
egy tapasztalatot szeretnék elmondani. Vásárolni szeretnénk egy akármilyen elektronikus eszközgépet, nem tudjuk megvenni, mert éppen most azt már nem gyártják, mert nem érkezett meg hozzá a szükséges alkatrész. Tehát ez valamilyen szinten hazánkat is érintik ezek a háborúk és konfliktusok. Érintenek bennünket, nem egyből, hanem közvetlenül, de közvetetten, illetve konkrét esetekben. Tehát a jelenleg felépült globális gazdaság az héten elkezdett akadozni. Itt látszik a sérülékenysége, legutóbb ugye a Covid járvány idején volt, az, hogy mondjuk maszkot nem lehetett venni, vagy bizonyos egészségügyi dolgokat csak Kínából lehetett beszerezni. Most háborús helyzetek alakultak ki, és újra elkezdett akadozni ez a rendszer. Ez mutatja azt, hogy a globalizáció helyett, ami elképzelő, hogy túlhajtottá vált, a regionalizáció irányába kell elmozdulni, tehát egy adott térségen belül előállítani azt, amire szükség van. Hát ez nyilván több országot jelent, mert vannak földrajzi adottságok, ipari kultúra, termelési és természeti adottságok. Egy nagyobb állam, mint az Amerika Egyesült Államok, vagy Kína, vagy Oroszország, nagyjából mindennel tudja látni a lakóit, de az ilyen kisebbek, mint itt Közép-Európában, egy munkamegosztás keretében tudják ezt megoldani, és úgy látom, hogy azért haladnak ebbe az irányba a dolgok, akár az Európai Unión belül is. Tehát most azért beindult az Egyesült Államokba, és az, hogy más országba kitelepített iparokat azért részben próbálnak visszahozni, mert hogyha van valami gond a nemzetközi vizeken, akkor egyből hiányok és ellátási problémák merülnek fel. Akkor elmondhatjuk, hogy akiket érdekel ez a témakör, azok február 8-án látogassanak el erre a fórumra, a Dérényi Kulturális és Turisztikai Sportközpont és Könyvtárba. A második emeleti termében lesz ez a kerekasztal beszélgetés. Ha már a konfliktusokról beszélünk, mert ugye ez mind-mind konfliktus, láthatjuk a hírekben, hogy napjainkban Nyugat-Európában egyre sűrűbbek a gazdatüntetések. Összefüggésben van, már előzőkben említettek el, tehát ami az egyik ország vagy két ország között történik, annak vannak hatásai másokra is. Hát a németeknél az volt ugye az utolsó csepp, amivel betelt a pohár, hogy a gazdák egyfajta külön adót akart kivetni az állam, a gázolaj támogatást faragja lefele, illetve építi le. Az ukrajnai háborúnak a költségeit Németország ebből akarja finanszírozni. És a gazdáknak pedig ebből elege lett. Ráadásul egész Európában probléma az agrártámogatási rendszer, az új mostani 7 éves ciklus agrártámogatási rendszerének a rendkívül bonyolult, gyakran nem is életszerű volta. Amihez még hozzájött az, hogy miközben, mintha itt a sötét, zöld és egyéb erők, multinacionális erők az Európai Unió területén a mezőgazdasági termelés lefele akarják építeni, inkább hozzuk be máshonnan. Részben ez már sikerült is, mert az ukrán határ, hogy megnyílt az export számára, egy onnan nagy mennyiségű gabona, olajos mag, csirkehús, méz és még sok minden más is érkezik be, ami az európai és a nyugat-európai gazdák számára is már konkurenciát jelent. Még itt ugye bizonyos növényvédőszereket nem lehet használni, ott szabadon lehet, itt adott körülmények között kell boldog csirkéket nevelni, a régi kerteceket leszerelték, mert az nem volt jó, azokat kivitték Ukrajnába, ugyanúgy használják tovább, és még jó néhány más dolog is. A élelmiszer biztonsági problémák is fölmerülnek, GMO, mézhamisítás, legkülönbözőbb tükrök és egyebek. Tehát mindez egy válság irányába tolja el magát a mezőgazdasági termelést, és emiatt a gazdák is egyre elégedetlenebbek. És akkor kezdték ugye a németek, ott még mindig tart, a románok, és aztán most jönnek a többiek is. Hát Magyarországon az a különbség, hogy itt a kormány egyetért a gazdákkal. Tehát nem akarunk külön adót kivetni az emberekre amiatt, mert Ukrajna és Oroszország között van egy háború. Más ország ezt megcsinálja, és megpróbáljuk megoldani ezeket az agrártámogatási problémákat is, de hát Magyarország 2%-a az unió lakosságának, tehát ez úgy önmagától nem megy, azért ilyen bonyolult többek között, mert a németek meg a franciák így hagyták jóvá.
a saját gazdaikról vásárolni. És ez a két ország, amelyik meghatározza az unió agrárpolitikát, a németek, mint a legnagyobb befizetők, a franciák, mint a legnagyobb mezőgazdasági termeléssel rendelkezők, nagyjából ők szoktak megállapodni ezekről a dolgokról. Aztán jönnek persze a hollandok, meg az olaszok, meg mi a többiek, de tulajdonképpen az Európai Uniós adófizetők pénzét, annak az elköltését ez a néhány nagy tagállam szokta koordinálni. A többiek pedig hát próbálnak a különböző érdekeiknek érvényt szerezni. Hát pessimista vagyok, hogy sikerül-e a nyugati gazdáknak valamit elérni. Tehát olyan kicsi arányban vannak ma már a lakosságban, olyan alacsony a nemzeti ösztelméken belül az iparhoz képest, meg a szolgáltatáshoz képest az aránya. Mezőgazdaságnak Hollandiában 1,5%, a franciáknál 1,2%, a németeknél valami 0,7%, ilyesmi nagyságrendek vannak, hogy szerintem ki fogják válni a kormányok úgy nagyjából ezek a érintett kormányok a jó tavaszi időket, mikor a gazdáknak el kell menni dolgozni. Ezért is nem tettek ajánlatokat. Ez az egyik lehetséges jövőkép. A másik az, hogy esetleg ha mások hozzájuk felzárkóznak, látszott vasutasok, stb., akkor tudnak eredményt elérni. Tehát, hogyha meg tudják nyerni a további ágazatoknak a dolgozóit, vagy ha a közvélemény, a lakosság felismerni azt, hogy hát mégiscsak fontos, hogy saját élelmiszer, saját ennivaló legyen, ne hozzuk be azt, ami bizonytalan eredetű, illetve a saját konyha fönntartása érdekében legyen meg az a hátterünk, ami krízis helyzetekben is biztosítja azt, hogy egészséges, jó minőségű élelmiszer, megszokott élelmiszer álljon rendelkezésre. Hát jelenleg a nagy befektetések egyébként a nagy milliárdosoknak a tőke alapjai nem ebbe az irányba mozgatják a dolgokat, döntően a műélelmiszerek irányába, meg a harmadik világban történő termelés irányába. Itt talán még azt érdemes elmondani, hogy miközben Európában arra törekszenek, hogy zöldítés, erdőt telepítsünk, kevesebb földet műveljünk, közben azt a kieső élelmiszer mennyiséget mondjuk Brazíliába állítják elő, vagy Ukrajnában, természetet eléggé túlterhelve. És az elmúlt évek agrárpolitikájának az egyik következménye az, hogy az Európai Unió élelmiszerexportőrből importőrré vált. 3-4 tagállam van, aki önellátó, Magyarország ezek közé tartozik. A többiek már régen importra szorulnak, ami hát elgondolkoztató, hogy vajon milyen agrárpolitika az, aminek az eredményeként nem tudja magát ellátni egy közel félmilliárdos közösség. Tehát szerintem az egész alapot végig kellene gondolni, és ez húzódik meg, ez a feszültség a gazdák elégedetlensége mögött is. De Magyarországon, ahogy említettem, a kormány, a parlamenti képviselők, mi egyetértünk a gazdák törekvéseivel, a nyugatiakéval is, meg a hazaiakéval is, és támogatjuk. Ezért nálunk egyelőre nem volt ilyen demonstráció, és hát remélem, hogy nem is lesz, hanem együtt tudunk majd dolgozni a jövőben is. Akkor a nyugati gazdák tüntetéseinek a végkimenetele az még most nyitott, akkor figyelemmel kísérjük, hogy mi lesz ennek a vége, és az pedig ugye megjóvással tölt el minket, hogy Magyarországon a gazdák egyetértenek, illetve a kormány is a gazdák egyetértenek, és nem kerül sor ilyen tüntetésekre és elégedetlenségekre. Köszönöm szépen a beszélgetést, miniszter úr! Én is köszönöm! Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!